Nem annyira tanárnak készültem először, hanem inkább képzőművésznek. És így sodrottam a Pécsi Tanárképző Főiskolára, ahol hát aztán a tanításnak minden csínyát, bínyát, árnyalatát megismertem. A legkülönbözőbb helyeken is tanítottam, kezdve nyilván az általános iskolától, egészen a szakközépiskola, művészeti szakközépiskolákig, sőt, az akkor iparművészeti egyetemnek a fotószakán is tanítottam. Úgy érzem, hogy a tanítás az végigkíséri az életemet, és aztán tudtam valamit adni a gyerekeknek is. Van egy, az emberben egy ilyen zsigeri, ösztönszerű érzék, hogy különböző csoportoknál hogy kell viselkedni, hogy kell improvizálni esetleg, vagy hogy kell motiválni őket, megtalálni a közös nevezőt, kedvet csinálni. A család is egy háttér, az is inspirál, amiket kaptam szüleimtől, nagyszülőktől, és ebből lehet egy életáltal táplálkozni. Sok türelmet kívánok a új nemzetéknek, mert a mai gyerekek azok, vagy de még a ifjú felnőttek is egy kicsit máshogy viselkednek. Muszáj hozzájuk idomulni, és az ő nyelvükön artikulálni, beszélni, hiteles legyen, és példát mutatni gyerekeknek. Őnekik nagyon szükség van példára, főleg a mai világban.